Az Alba Aréna épülete már látványosan magasodik a Budai út mellett. 2021. novemberében adták át a munkaterületet. A beruházás ütemterv szerint halad, és a helyszínen járva már egyre inkább érezhetjük azt, hogy egy csarnokban vagyunk. Az Alba Aréna 6000 fő befogadására alkalmas csarnok lesz, és a küzdőtéren további 2250 látogató helyezhető el. Ez egy valódi aréna lesz, egy aréna, ami igazi otthona lesz a magyar jégkorongnak, azon belül a Volánnak, de emellett egy igazi sport és kulturális közösségi tere pedig a városnak és a régiónak is. És minden, ami miatt eddig el kellett menni a városba egy koncertért, egy vásárért, más városok hasonló csarnokaiba, azért most már elég lesz csak ide a Budai útra kijönni. Ráadásul ezt egy új útkapcsolat segítségével az albaipari zónáig korszerű közlekedési lehetőséggel is tudjuk majd megélni. Az Alba Aréna az ország második legnagyobb csarnoka lesz. A jégkorongon kívül egyéb sporteseményeknek és kulturális rendezvényeknek is otthont ad majd. Egy új városrész születik itt meg, azzal, hogy a Budai út, a Nagyszombati út és a Rozmaring utca összekötődik, és szerves része lesz ez a terület a városnak. Én azt hiszem, hogy nagyon jól látszik a képeken, hogy lent vagyunk 5 méter mélyen a küzdőtér, 5 méter mélyen van a föld színe alatt, és ez lesz a székesfehérvári hoki otthona, de nem csak a hokié, minden sporté, kulturális eseményeké. Jelenleg a tetőlemez tartó másodlagos acél szerkezetének a szerelése folyik. Bajnok Sándor, a Marketépítő ZRT műszaki igazgatója elmondta, hogy 1860 tonna acél szerkezet kerül beépítésre, összesen a rácsos tartókkal együtt. 14.000 négyzetméteres lemezfedés valósul majd meg, az épületen hadsorban perforált homlokzati lemezárnyékoló kerül majd fel, összesen 5.400 darab, mintegy 4.000 négyzetméteren, körbe az épületen. A tető szerkezet zárása nyár elejére várható az ütemterv szerint. A legnagyobb munkarész a tető lemez tartó másodlagos acélszerkezetnek a szerelése folyik. A következő mérföldkő az egy június 28-a, amikor az egész épületnek zárva kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a tető lemezelés, a tető víz hőszigetelése és az épület teljes körbezárása a homlokzati üvegfalakkal, függönyfalakkal. A beruházás teljes egészében állami támogatásból valósul meg, mintegy 40 milliárd forintból, ami a csarnok építése mellett a közlekedési és közműfejlesztéseket is tartalmazza.